Na, sziasztok! Szép délutánt mindenkinek, késő délutánt. Kicsit megcsúsztam sajnos, mert hát közbe jött az élet. Na, mi is történt, hogy is történt, mi van most? Ugye már most 2 napig úgymond stream csend volt, pont azért, mert egyrészt túlóráztam. Másrészt készültem a úgymond mai napi streamre, ami megint megcsúszott sajnos, erről kell szoknom. Na, ami változás, nem sok. Ugyebár fölül befejeztem, ezt majd el kell bontanom, ez még itt átalakításra vár. Ide fog helyet kapni a, mondjátok már, Cookie, a Industrial Grill, hát az ipari cooking pod, a nagy főző, azért ide majd fel kell hozzak vizet. Alulra azért, hogy tudjak inni, na mindegy, azt hiszem az egyelőre most kint van megoldva. Ide kerül fel a hűtő, ide kerül fel a generátor, meg ide kerül fel az Alchemical branch, vagy mi a TOSZ, mert ahhoz, ezekhez kell főként áram. Plusz, maximum még bekerül ide légkondi, meg alulra, majd meglátom, idővel. Ugyebár semmi extra, itt majd még be kell fejezni, ugye falmatető, stb. Itt már életlenül elbontottam egy kőt, és az már nem is spannolt vissza, de mindegy, ezek úgyis bontásra kerülnek. Ami még pluszba változott, és az innen föntről jól látszik, üdvözöllek, szia, hogy a kislagúnát, ami itt mellettem van, ez ide raktam egyelőre egy dinogétet, meg fölraktam fallal, és majd lesz folytatva. Lefele megcsináltam egy lejáratot, amit mi ki kell szélesítsek, de az majd akkori probléma. Alul csinálok egy stéget a hajónak, a kettőnek, mert lesz majd egy szállítóhajó, meg lesz, amit valószínűleg lehet, hogy kijebb fogok lerakni, egy szállítóhajó, meg lesz ez egy kicsi ilyen lótifuti hajó, ha valahova akarnék menni. Na, ami még változás történt, ugyebár ide bekerült a fabrikátor, átkerült a Smithy, fölkerült végre az asztalra a mozsarak, itt kaptak helyet a könyvek. Ez a sor lesz az alap cuccoknak a helyei. Hát egy kicsit farmolgattam, és tecsből van 9000, opá, meg két dupla chest, fából is van 9000, és kőből is van 9000 most jelenleg, plusz meg van töltve ez is. Hát ezeket elvileg feltöltöttem vassal, amiben még mindig van, nem volt elég a fa, amit beleraktam, de most van pár vasav is. Lett 50 fuel, de majd még kell berakni, úgyhogy mindegy. Egyelőre itt a tórész, leg. Ide kívülre kerül majd idővel az ipari kemence, ami majd a fémet tudom oldani, valószínűleg ezek el lesznek itt bontva, vagy átkerülnek majd ide, nem tudom, és ide lesz lerakva, ha minden jó megy. Az az egyik. Akkor mi van még? Hát itt csináltam egy teraszt, amit majd még be kell fejezzek. Jaj. Hát ez lesz, kérem alássan a üvegházam félkész állapotba. És ami még nagyon fontos, ez a kis Smithy, ugyebár ez az MMR Tools, MMR Toolsnak a Smithy-e, kis Smithy-e, és ebbe csináltam meg ugyebár azt a kerítést. Hát ezt is egy kicsit feltöltöttem cementpasztával, egy kevés kis kővel, a vas az meg még benne van az ankiló... ankilóba? What? Karuk, aki rám óta volna, hogy én ott vasamat, akkor megölöm. Na mindegy, el kell menni egy kör vasért, úgy látom. Ez az ajtó kifele nyílik, hála jó Istennek, mert...
Vagy még a sasba lenne? Az ankilóban nincs, ez a bajom. És kellene, hogy legyen. Nem minden, hogy átraktam volna bármelyikbe is. Ebben maradt ugye bár egy kevéske fa, ebben maradt még egy kevéske tecs. Ebben meg semmi nem maradt. Francba. Madarantyűbe. Ő benne se. Hát, akkor egy laza farmolás következik. Az új módszerrel. Várjunk csak, hova depakoltam le az nagyobb alkatrészeket. Egyelőre ennyit viszek magammal. És ugye bár a szerver adta lehetőséget, és mi, hogy én vagyok a szerver tulajdonos, így annyira nem érdekel, de kihasználjuk azt a kis apró bugot, hogy egyrészt az ankiló ugyebár csökkenti a vasnak a súlyát, x mennyiségen nem tudom hány, mennyivel csökkenti, fogalmam nincs, de elég sokkal, majd megnézzük. Sziasztok, jól van mondva. Egyrészt a sas is csökkenti valamennyire a vassúlyát, minimálisan. Úgyhogy megpakolom a sast, plusz megszedem az ankilóval magamat, és így majdnem kétszer annyi vasat tudok elhozni, mint hogyha csak sassal forgolódnék. Úgyhogy így a legegyszerűbb és leggyorsabb farmolni. Na, vegyük le, ez abban az én bajom, hogy nagyon világos volt, jó van. Nem tudom, hol tűnt a vas. Elméletileg nem tudom, egyszer-kétszer úgy feltűnt, hogy eltűnének dolgok. Egy-egy dolgokból. Nem tudom. Én úgy emlékszem, hogy voltam annyira hülye, hogy bepakoltam mindent, és nem mentem el még egy vaskörre. Lehet. Nem tudom. Gyógyszerünk vasat. És utána megcsináljuk. Megcsinálom a az üvegházat, legalábbis a külső héját. Ha az megvan, nekiállok megcsinálni a kerítést. Az relatíve gyorsan megy, mert ugye bár a vason kívül előleg minden megvan, de itt bőven szedek annyi vasat egy körrel, hogy bőven-bőven szerintem elég lesz, vagy a kő, vagy a cementpaszta fog elfogyni, előbb szerintem, mint a vas. Majd meglátjuk, nem tudom, de jutunk, ameddig jutunk. Ma egy rövidebb stream lesz, mert ugyebár korán volt a reggel, és későn raktam le a lantot. Mindegy. És pihenni is kellene valamikor, de lényegtelen. Első a stream, most jelenleg. Remélem a hang és a kép nagyjából elfogadható minőségű. Ma témelés nem valószínűsítem, hogy lesz, mert az hosszadalmas. És az őszintét megmondva... szombati napra tervezek délutánra árk... keretéve késő délután estére árkot. Délelőtt én egy kicsit farmolgatok. Azt megcsinálom. És... délutára meg ugyebár akkor árk, megpróbálom beállítani, hogy mindenhol lehessen farmolni. Na, gyors körbenézem, van-e itt valami dög, ami esetleg meg szeretne minket enni. Ezt tüskés farkú nem érdekel. Ugye szoktak azért hiénák, tigrisek, skorpiók bespannolni. Meg fel szoktak tévedni rexek is, meg karnók is, úgyhogy eléggé veszélyes egy környezet. Na mindegy is. Na! Gyors szedjük, és csak vasat szedünk most. Vasat meg ezért kristályt, meg kristály meg kell lenni fog, hogy hívják be. Na. Hopp, ott volt egy akármi.
kövezés elég szépen gyűjt vas mellett, de most nem az a lényeg. Ups. Jelenleg most jó állok metállal, metálingottal. Hétvégére valószínűsítem, betervezek Rex szelidítés, sőt, az őszintén azt gondoltam ki, nagy bakányan, hogy ide a bázisomra, ha meg lesz nagyjából úgy a kerítés, akkor miért ne csináljak egy olyan ketrecet, amibe ugyebár a kibülös tojásokat, vagy a kibülhöz való tojásokat úgymond tenyésztem. És valószínű, hogy ugyebár most egy kicsit más rendszerű van, van ötféle tojás a kibülhöz, plusz elé egyéb más nyersanyagok, amik kellenek hozzá. Amit így nagy vonalokban úgy néztem. És ugyebár össze kell fogni, van mit tudom én, mindegyik típusú tojáshoz 4-5 állat, 6-7 állat felsorolva, amiből ugyebár ki lehet nyerni annak a kívül tojásnak a típusát, vagy abban megfelel, inkább így mondom, és elég azokat szerezni. Mondjuk, ha azt veszik, hogy a legalapabb tojás, ami bár kell, és hát azokat nem nagyon valószínűsítem, hogy fogjuk használni, de már ha elkezdjük, akkor megcsináljuk, mert az relatíve egy kis területen elfér, mert a dodókat, konkrétan dodót érdemes abból a csoportból kiválasztani, mert egy fiú meg mit tudom én, 2-3 lány bőven hoz annyi tojást, hogy abból, ha lecraftolok X mennyiséget, bőven elég lesz. Na most, menet közben én azt mondtam Karukának, hogy felesleges nagy kibülöket csinál, a kis kibülöket csinálni, mert be tudjuk témelni. Az oké, okay. Témeléshez nem is kimondottan muszáj, viszont az imprinteléshez előfordulhat, hogy kér kis kibült. Na most ott lennénk meglőve, például, hogyha nem 100%-ra tudnánk kiimprintelni egy rexet. Úgyhogy muszáj csinálni az összes kibült. De ez annyira nem probléma. Ahol vagy, Sasinga? Gyere ide. Így. Úgy. Nya. Rakjuk ide. Úgyhogy... Na, üljél fel, légy szíves. Mi? Oké. Úgyhogy azokat muszáj megcsinálni, úgyhogy muszáj csinálnom egy olyan ketrecet. Plusz, ugyebár kell fognom... Hát, vagy fogok egy... Hétvégén majd szeretnék fogni egy kakibogaras... Nem kakibogár, hanem mi az? Fiomiát. Ugyebár amivel csinálom a tárgyát, amit adok a kakibogaraknak, amit még egyet vagy kettőt még legalább legalább kell fogjak. És akkor bőven elegendő minőségi feltörízer lesz a növények növényezéshez. Bár meg kell lenni fog a kibülős témához kibülős témához kell lenni fog
Különleges. Ne, nem leső. Különleges, hogy hívják a kis. Répa, citrom, stb. Plusz témeléshez is kell, plusz tortát is kell csinálni a csigákhoz. Úgyhogy van mit tenni, de ez nem annyira probléma, mint amennyire én azt körbefestem így. Kis idő, de meg lehet oldani. Úgyhogy no. Kettő, négy, hat, nyolc, tíz, tizenkettő. Ja, várjál csak. Most már okosan kell csinálni. Gyere ide, sas úr. Úgy. Négy. Na, egy, meg még egy. Ezt meg kidobjuk. Egy. Úgy. Úgy. Szuper. Valahogy így zúgy. Szuper, fordulj vissza, azaz. Na, sorry, please, please, please. Zúgy. No. Ugye. Őszintét megmondva, nagyon gondolkodom, mert ugyebár a múltkor, ahogy beszívtam a... Nem is tudom, mit témeltem akkor. Ja, Deidoculus-t. Beszívtam a témelését. Marha. Így. Lehet, hogy a témelésen húzok egy icuri-picurikát, hogy haladósabbra lehessen venni a figurát. Mármint a témelés szempontjából. Vagy nem is a témelés szempontjából, hanem a növelés szempontjából. Az lehet, hogy az hosszadalmas lesz. Mert egy sima szarvast 2 órán keresztül neveltünk. Jó, tény és való, hogy 100%-os lett az imprint, az első imprintelése. De ebből ennyi elég volt. Várjunk csak, hogy is. Ez a jó. Már az a piros obeliszk, akkor arra kell menjek. Ja. Jó. Lehet, hogy egy kicsit állítgatok a dolgokon, egy kicsit minimálisabb csökkent. Mit tudom, egy Rexnél, mit tudom, felezzem az időt. Vagy legalább felezzem, de lehet, hogy harmadolom. Mert Rexeknél a nevelés valami bődült hosszú ideig tart. Nem is tudom, valami 4 napig vagy 5 napig nem szaporodhat egyrészt. Másrészt valami 7 napon keresztül kell nevelni az állatot, és mit tudom én, az első, ugyebár hogy a, nem is tudom, journey, vagy nem is tudom milyen a legelső szintje az állatnak, amíg úgymond etetni kell, mert nem tud az etetőbe enni, az valami 7 óra. Az bőrű csak. Ha egy, mit tudom én, másfél,
Hát egy 2 órára vagy 3 órára le tudnám korlátozni, úgy Suzanne az egészet, akkor azt mondom, az úgy elviselhető, elfogadható mennyiségű idő. Hogy azért mégse pikpak legyen, de azért kell ilyen vele foglalkozni. Csak ugyebár azt össze kell hangolni egyrészt az imprinttel, össze kell hangolni hogy maxos legyen az imprint, mert ugyebár általában az szokott elcsesződni, úgyhogy ezt nagyon át kell néznem, hogy mire állítom be, mert az nagyon-nagyon gáz, és lehetséges, hogy a single player próbálgatom. De még jó, hogy elméletileg a köd az ki van kapcsolva. Ugye ezt is meg kell néznem, hogy mi történt a szervernél. Mert elvileg ködnek nem szabadna lenni. Nem tudom. Meg most gondolkodtam nagyon azon, hogy mivel tudnám azt kiküszöbölni, hogy lehessen bárhol építkezni. Úgyhogy ma stream után, holnap, meg szombat délelőtt egy részét ezzel fogom tölteni, meg így az ismerősöket megkérem, hogy segítsenek. Meg addig írok pár üzenetet egy-két helyre, hogy hát tudnak tanácsot adni. Hogy vagy modot berakni, vagy olyan modot, ami a maga az építkezéssel foglalkozik, de nem változtatja meg alaphelyzetbe az alapvanillás építkezési cuccokat. Nem tudom. Jaj. Jaj. Jaj, gyere ide, Ankilo. Ankilo. Úgyhogy szerintem, hát kezdjünk neki a... Pedig tudja, hogy beleraktam a vasat. Vagy csak ott van, és én nem vettem észre. Nem, ez az a vas, amit én hoztam. Na mindegy is. Mert azért mondom, hogy világított tegnap az összes. Na lényegtelen. Na, mindenhogyan ilyen rácsos kerítést akarok. Mert nem rontja annyira a látképet, mint egy nagy szürke. Viszont, ami a lényeges, egyrészt kell egy ilyen, meg egy ilyen. De viszont cseszhetjük, mert ezek, amikkel megfordulok, azok meg teli kapuk. Ez meggondolandó. Az új mappon itt próbálgattam ezt a modot. Mert ez a sima, ez nem passzolódik össze ezekkel. Ezt úgy tudom berakni, ezt szerintem, amikor valami domborzati ezét kell kiváltani, akkor nem cuppan össze, de viszont egymásba lehet építeni a két elemet. Na mindegy, ezt majd meglátjuk. Ilyenből is kell csinálni egyet, sőt, kettőt, így vagy hármat, mert a két kapu szélére mindenhogyan ilyen szeretnék. És akkor ebből csináljunk egy 10. Ennyit nem csinálunk, egyelőre csak 10-et, sőt 10-et sem, csak 5-öt, nem 15, 5. No, mert azt úgy nagyjából belőttem a... Mindegy, ezt megvárjunk, míg lekraftolódnak. Gyere ide. Lesz-e azért... Jaj, de buta vagy. Erre gyere már, te szerencse csomag. Istenem. Ki vagyok segítve ezekkel az állatokkal.
No. Arra vagyok én kíváncsi. Az így nagyjából. Ez pont neki megy annak a szutyoknak. Szerintem ez lehet, hogy akkor kívülre rakom le. Majd meglá... Hát nem tudom. Kívülre kéne lerakni. És az a jó ebben a módban, hogy ezt fel lehet venni. Na most az őszintét megmondva, valahova ide szeretném a kaput. Valahova ide tesszük. Le. Ezt megnézzük, hogy madártávlatból hogy néz ki az egy... Hallod? Ennél jobb sose legyen. Így lesz, tökély. Nagyon jó. Akkor. Kelleni fog nekem. Hol vannak? Ja, itt vannak. Egyszer egy ekkora kapu. Aztán egy olyan kapu. Ura nehezek vagyunk. Meg egy ilyen kapu. Pont jó. Oké. Na. És a legjobb az egészbe az, hogy fölül, amit most jelenleg most kezdtek látni majd, az drót. És abba, ha belemegy egy rex, sebződik. Na, először is ezt el. Mi a francnak van nálam? Csákány. Aztán ezt, majd ezt kihúzzuk. Ugye egyszerűbb építkezni. Úgy. És tökéletesen rácuppant. Látjátok? Pif! És az ott nekem tökéletes is. Na ugye, mert ezért van az a bajom, hogy szürke. De mindegy, majd más nem be lesz festve, azt kész. És a legjobb az egészben az, hogy tökéletesen mellélik. Na, én meg elkezdtem szomjazni. Prű, prű, prű. És ezen a placon, igen, szomjas vagyok, mert futkározok már megint. Újra kell raknom ezeket a pontokat. Na mindegy. Van tennivaló. Jócskán. De már alakulunk, alakulunk. Ha meg lesz a bázis, akkor már jobb lesz a helyzet. Na most az őszintét megmondva, azt a kis kaput lehetséges, hogy én kettőt fogok alkalmazni. És pedig len úgy, hogy ide berakok egy kis kaput. Hogyha állatokkal akarok kimenni. Üdvözöllek, köszönöm a feliratkozást. Érezd jól magad. Ma már nem, de amúgy igen, szokott lenni Division 2. Most már abból kevesebb lesz, mert megléptem a 36, de azért majd lesz. Mi van még? Hát, R6. Az szokott lenni. Meg majd van tervben más játék. Satisfactory például. Egy kicsit jönnek frissítések. Meg lehet Oxygenat Include. Is szóba jöhet.
De régebbi játékokkal is már kacérkodok. Witcher, meg Dark Soul, majd meglátom. Ahhoz rá kell készüljek. MK11, MK9, MK10, az micsoda? Ura ismerős. Mi az az MK11, MK9? Mortal Kombat. Hát az a gond, hogy sose voltam ilyen nagy Mortal Kombat rajongó. Meg nem is, hogy mondjam, nem az én világom. Nem rossz így kinézetre, de nem. Én megmaradok azt, hogy csak nézni szoktam a Mortal Kombatot, mert ahhoz én már béna vagyok, ügyetlen vagyok. Hát nálam inkább túlélő Survivor játékok vannak többnyire. Ami így megy, meg szeretek, az általában R6, Division, hébe-hóba PUBG, de az ritkábban már. Akkor van a Zark. Oxygen not include-ozni szoktam még így streamelésen kívül, amikor van időm. Hát a Forest megvan, egyszer már kitoltuk haverokkal. Ugyebár elméletileg végig toltuk, mert ugyebár amikor kijött, nem is tudom, 1.0-ba talán? Ugyebár amikor volt egy végleges story szál, úgymond, akkor végig kitoltuk haverokkal, de akkor még nem streameltem. Lehetséges, lehetséges, nem tudom. Mondjuk az a játék, ahol nem szeretnék egyedül, nagyon egyedül játszani. Az jobb lenne ketten hárman tolni. Mert három ismerősnek megvan, vagy kettő ismerősömnek megvan, velük játszottam. Max, ha esetleg ők is jönnek. Nem. Legalábbis így névről nem ugrik be. Miért az milyen játék? Kell nekem. Nem. Ebből kell. 4. Legyen 6. Mi az milyen típusú amúgy? Nem. Hát régebben a Seven Days to Die, ugye, azzal toltam, vagy toltuk haverokkal, cimborákkal. Megvan a Space Engineer is. Azt kipróbáltam, de fú, nem visz rá lélek. Egyszerűen nem. Nem jön be. Nem rossz, rohadt jó játék lett, de nem. Majd ránézek. Sőt, tudod mit, föl is írom. Ezt rákukkantok, milyen az. Ha találok egy tollat.
Hát az őszintét megmondva, nem szeretek streamereket nagyon emlegetni, de ugyebár aki Twitch-en van, meg YouTube-on, vagy YouTube-ba kapcsolatban, aha, ugyebár hallottak már a VR-ról. VR-os srácok ma nyomtak egy ilyen, hát, meg tegnap, mondjuk tegnap az más volt, de ma nyomott egy játékot, valamilyen zombis, túlélős, valami sztori szálas játékot. Arra lehet, hogy ránézek, rákeresek, hogy mi az, mert pontosan én is csak belepillantottam egy 5-10 percet körülbelül. De nem rossznak tűnt, elég jónak. Jónak tűnt a játék. Az a például játszanék. Meg hát az őszintét megmondva, az árk az nekem, hogy is mondjam, úgyis még mindig tart az event, Jézusom. Én szeretek árkozni, csak ugyebár streamgyilkos, konkrétan az árk. Egy. Nya. Sikeresen befordultunk. Szuper. Ó, te dodó. Aha, valami olyasmi, igen. Ó, PS4-re van. De kár. Hát igen, van egy csomó játék, ami hú, szívem szerint játszanék vele, de mint PS4 meg. És nem. Nem minden áron. Sajnos. De izgán, igen. Én is ettől féltem, mert ugyebár láttam, pont elkaptam egy, vagy nem is tudom, felszálltam a motorra, azt láttam a kis kockát kint, mondom, remélem csak valamilyen konzolbarát, vagy konzolos, vagy hát konzola játszik, nem pedig PS4-re, vagy Xbox-ra van. De hát akkor sajnos azon van fenébe. De kár. Francba. Horizon Zero Dawn. A jövőbe játszódós, robotos, csajos dolog. Ha jól rémlik a cím alapján. Hát úgy könnyű. Mondjuk egyszerűbb. Ha, úgy még jobb. Igen. Hát van egy csomó játék, amit szívem szerint játszanék, mert itt-ott ilyen streamereknél, youtubereknél néztem. Hát eszméletlenül jó a sztoria, meg jó a dolga. Aha, az is jó játék, amúgy tetszik. Gondolkodtam rajta, hogy meg kellene venni. Mert érdekes, és direkt nem néztem végig, mert mit tudom, feléig néztem körülbelül csak a sztori szálat, ha úgy vesszük. Direkt nem néztem végig, hogy nem akartam tudni a végét. Például a Subnautica-val is killódok, úgymond idézőjelbe. Az első részét azt kitoltam. Stream alatt már csináltam, az megvan. Most ugyebár jön a második rész, úgymond. Most jött valami hír tegnap, még nem olvastam el, hogy mi az, hogy raktak-e be valami új dolgot. Ha igen, akkor abból is lesz videó. Folytatódik a sorozat. Csak hát, hogy ugyebár nem is tudom, októberre írták, hogy az is kijön 1.0-ra, vagy hát kihozzák hivatalosra. Akkorra fogják a történetszálat is megcsinálni. Igen, hát igen, ezt nem értem, hogy van egy csomó jó játék, ami ugyebár, minek is hívják, minek is mondják. Jaj. Hogy csak a konzolokra jönnek ki.
Hát igen, hát meg most volt ugyebár a Metro Exodus, hát azzal még kacérkodok a gondolattal, hogy az lehet, hogy meg kéne venni, mert az nagyon jó. Sose voltam egy nagy Metro rajongó, sőt, azon kívül, hogy tudtam, hogy létezik ez a Metro játék, nem is néztem róla semmit előtte az első két részéről, de ez a harmadik része, ez, jó, nem rossz. A Metro Exodus. Jaj, várjunk, nekem hozzá kellene még a másik két elem is. Ó, de jó, nyomd meg a balbokámat. Úgy. Úgy. Csodás. Yeah, meg lesz a falam ma. Nem, első hiszem, lebontottam ezt a hülye tüskefalat végre. Istenem. Miért nem? Már, hogy mondjam? Az első, második részét csak úgy nagy vonalakban tudom. Szó-szó. De nekem maga a harmadiknak a története fogott meg, és jó megcsinálták. Szerintem. Hát igen. Így van. Az sok. És ha... Hogy? Megnézzük. Még egyet vissza kéne fordítsak. Jesszusom! Úgy. Yeah. No. Nekem bejött. Én azt nagyon, nagyon sok, nem is tudom, egy, kettő, három. Három streamernél is megnéztem, hogy ők hogy csinálták. De például régebbi, idézőjelben régebbi játék, vagy tavalyi játék a Human, puh, nem is tudom, mi volt a címe, az ilyen robotos emis szösszenet volt tavaly. Például az is tetszett, azzal is játszani, de azt hiszem az is csak PS4-re, nem is tudom, Xbox-ra van. legfőképpen azért, mert tavaly decemberben kezdtem az egészet, és mivel én mellette dolgozok, nem mindig van időm, meg némelykor ugyebár közbe szól az élet, és amikorra ígérem, akkor se tudtam jönni némelykor, mert közbe szól az élet sajnos. És gondolom ez miatt. De hát majd most. Hát majd most bár én mindegy, egy erőműben dolgozok, és lecsöngenek idézőjében a leállások, nyaram az nagyjából úgy, ahogy szabad lesz. Maszekba is csak egy dolog van, ami nagyon nagy. Igen, a munka. Igen, az egy nagy hátrány idézőjelben. Hát például decemberben. Hát decemberben szabadságon voltam egész hónapban jó formán.
December 10-én kezdtem végül is a streamelgetést, és akkor, mit tudom én, még én is meglepődtem, hogy ahhoz képest, hogy decemberbe kezdtem, december végén, karácsony után már ilyen 30-an feliratkoztak rám. Én, amit nem is álmodtam, hogy egyáltalán lesz annyi feliratkozom. De hát szokták mondani, hogy szépen apránként. Meg régebben azért nem volt ennyire, idézőben ennyire jó a minőség, mert régebben egy másik gépen volt, most újítottam be pár dolgot. Most már úgy, ahogy azt mondom, már én is azt mondom, hogy úgy elfogadható az ár, de még most se a legfrankobb. Valószínűleg ebbe a hónapba akarok venni egy videókártyát, egy 2070-et. És attól reménykedem, hogy akkor már viszont egy normálisabb, folytonosabb, mert ugyebár visszanézegettem egyszer-kétszer így az árkot például, ami az abálya a dolgokat. Hát némelyik azért megcsúszik a kép, de hát na. Az őszintén legyek, valaki 20-80-nal tolja az árkot, és annak is úgymond idézőjelben majdnem, hogy most némelykor. De, ja, majd meglátom, mit változtat a videókártya. Nem, Fortnite nem. Az az egy, amire nem tudnak senki rábeszélni, hogy Fortnite hozzak. Vicces dolog, úgy elnézegetek hébe-hóba egyszer-egyszer egy-egy videót róla, de nem. Fortnite biztos nem. Sőt, már PUBG-ról is kezdek leszokni amúgy. Egyedül, ami megmaradt az R6, az nagyon bejön. Számomra, amikor úgy elkap a gépszi, akkor az úgy is lesz. Most, hát, R6-ba is sikerült felrugdalnom magam Silver 2-1-re, nem is tudom. Nincs messze ma elvileg a Gold 4. Majd apránként, de majd azért testet ölt a dolog. Hát a haver az már feszegette a kérdést, ő is streamelget, hogy ahhoz nincs kedvem. Nem rossz a Call of Duty, de nem tudom, hogy nekem annyit megér. Például jobban rá van cuppanva. Meg nekem pont az utóbbi időben az pont úgy jött ki, hogy az újabb játékok úgymond, ami mostanában jöttek ki, pont mindig olyan időszakba hozták ki őket, hogy pont túlóráztam. Túlórázások voltak. Azokon, amikor én túlórázok, leállás van nálunk, akkor mit tudom én, 2-3 héten, 4 héten keresztül folyamatos 12 óra, és ott streamelni, hát maximum pár órákat tudnék, de este 6-tól. De azért mondom, hogy én nem is vettem meg például, mert a metróra arra nagyon rá voltam kattanva. Pont akkor kezdődött az egyik leállás. Mondom, jó, nem gond, nem probléma. Division 2. Mondom, hú, na majd azt most megveszem. Meg kijött a Division 2, rá 2 napra leállás. Hát mondom, de jó. Úgyhogy azért is lett csak most hétvégén csináltuk meg a srácokkal, most segítettek. Most lettem level 30-as. Most kezdődik el úgymond a farmolós része a dolognak. Na, végül is. Na, viszont be kéne állítani a kapukat. Nem, innen kéne. Pillanat fejből, én sem tudom még a nevét. Szégyen ide, szégyen oda. Elméletileg, ha jól rémlik, Raim TV, ha minden igaz. De mindjárt rákukkantok. Hogy pontosan, mert most volt, változtatott azt hiszem nevet is. Aha, megvan. Elvileg ő. Jaj, nem ittam. Hát ugye bármi
hogy megvettük a, mit vettünk meg? A Division 2-t, megkaptuk hozzá a Ghost Recon-t, és mind a hármunknak, ha jól tudom, megvan. Úgyhogy abból lehet, hogy például lesz videó. Mit tudom én, amikor így kezd lecsengeni, mint egy-két hét múlva, ugyebár addigra már nagyjából, hogy felleszek cuccolva a Divisionből, akkor már úgyis kevesebbet fogok vele játszani, szórakozni. Akkor majd lehet, hogy például egy Ghost Recon az bejön. Ami még nagyon gondolkodtató a Satisfactory, de például ott Cimbora mondta, hogy hát fölidegesített, mert valami bugja volt, valami nyűgje volt, de hát na, még béta játék, úgyhogy mit vár az ember? Bugos lesz, persze, hogy bugos lesz. De hát ez van. Nem lehet mindig mindenből a tökéletes. Te akarsz rácsatlakozni? Így. Ahogy, hát a szép fal lesz. Akkor elméletileg, ha azt visszafordítom. Kubatűvel lehet forgatni a... Így. És ebbe a módba az a jó, hogy ez benyúlik egészen a föld alá. Szóval majdnem a fele. Ami látható így a kerítésből, körülbelül a fele az még a föld alatt van, kb. Úgyhogy teljesen jó kipótolja az egyeneseket. Na, de, ami engem nagyon érdekel, settings, nem, azt levesz, opá, azt hiszem, azt 7-re szoktam, azt meg 4-re. Az nem kell. Na, elméletileg. Így van, tökély. És meg be is csukódik. Szuper! Négy. Ezt meg négyre. Egy. Szuper. Na! Megvan az ajtó, ki tudunk. Ja, meg ott is van egy ajtó. Hups. A cimbora? Raim? Most biztos nem live-ol, mert dolgozik. Most a héten délutános. Ha a live-ol, akkor maximum délelőtt fog. Szerintem csak lehet, hogy hívják. Puh, minek hívják? Hostolás van szerintem csak nála. Jaj, szét. Egy. Ha meg ha azt kérdez, hogy nálam meddig lesz a live, az őszintén... Igen, a traktor. Azaz. Na várjunk, ezt is be kéne húzni. Üdvözöllek, Lacika! Köszönöm a feliratkozást, érezd jól magad!
Igen, azért mondom, hogy csak hostolja, biztos. Igen, én is szoktam egy-két ember. Szia, szia, Laci. Én is szoktam egy-kettőt, de... No, akkor álljunk neki az üvegháznak. Most ha már ennyire előkészültem a cuccokkal. 36. Vol. 4 darabot. Mi? Ó, kristály kell. Nagyon nyomod meg a babokám. Kristály, kristály. Az a gáz, nem tudom hova tűntek. Lehet, hogy karuka volt itt nálam. Majd meg kell kérdezzem. Ebből a kristályból nem megyek messzire. Itt is van még egy kevés. Egy. Sőt, nagyon nem megyek messzire. Miért néztem? Áj, na ezért az ablakot néztem szerintem falgyanán. Na mindegy. Egy ilyent. Egy ilyent. Meg... Ilyent. Felőlem, ahogy gondolod. Mi lenne az a nagy titok? Nem csak végül is, ha itt felmegyek. Ahogy érzed, a bankszámla számod azért nem mond meg. Igen. A francia, három magasra kell raknom. Húha. Akkor három magas lesz. Feltéve, ha egyáltalán jó ez a magasság. Mi is az? Grob. Konkrét wall.
Hát, ilyen kérdésekbe vagy szülőhöz, vagy az osztályfőnökhöz menjetek, ha ilyen esetleg felmerül. Úgy. Sziasztok. Na ez a baj. Ezt le kell bontsam. Ezt elúztam. Ezt nagyon fölraktam a francba. Hát ez nem tudom. Nézd, ti vagytok itt, ti látjátok. Valakit zavar, akkor kell szólnia. Osztályfőnöknek, szülőnek. Azok majd elrendezik ezt a kérdést. Hehehehehehehe
Oda kell menni és meg kell kérdezni tőle. Na ez a baj. Előfordul. Hogy pont ilyen van a háttérben. De ez magas volt az előbb is, nem? Dehogy nem. Figyelj, ha tetszik, akkor oda kell menni, meg kell mondani neki. Ha meg nem tetszik, és úgy érzed, hogy neki tetszel, akkor meg kell szólni neki, hogy ne hitetek est feleslegesen.
sehogy nem jó. Voltam persze. Szerelme mindenki áttesik, vagy így, vagy úgy, de áttesik. Nem tudok csinálni. Marha. Persze, lánypárti vagyok. De hogy nem úgy akar kijönni a dolog, ahogy én szeretném. De utálok a fizet bevezetni. Nem. Ez is magas. Na, mindjárt kiderül.
Na, macskák egymást elég csodás. Azt mondom, hogy összehozni, de nem, nem. Ne. Oké, szia, jó ét! Szia, szia! Igen, ez a magasság jó lesz. És följebb van, mint kellene. De mindegy. No. Hát már ezért szebben meg lesz csinálva, jobban el lesz tüntetve, de ja, így ez a magasság megfelel. Jó. Akkor srácok, amondó vagyok, hogy pakoljuk le az építkezési anyagot. Megjavítom a...
Istenem, drága kenyér, ezt elcsesztem, na mindegy. Na. Mai napi teendő befejezni az üvegházat. Meg a körülötte lévő részt megcsinálni. Teszem fel a kakibogarapnak a helyét, a fiomiáknak a helyét. Ezt megcsinálom, megcraftolgatom. Mi az meg legyen. Hogy elég esett az eső. Szóval itt már... Még csak most jön. Emléletileg arra van a vulkán? Így van. Elnézzünk a vulkános hegyre, mert ott azért... Jújj! Ott azért jobban van kristály. Hegytetőn. Szedünk még kristályt, gyors megcsináljuk a falakat, megcsinálom a tetőt. Berendezem. Beállítom, hogy minden jó legyen, minden klaffoljon, vizet, víz kapjon, meg legyen 300%-os bónusz a növekedésre. Lehet, hogy ma még... Hány óra van? Jó, hát 4-9, ma már nem. Az a gond, hogy bár mondjuk egy kis szintű fiumiát, ha befogok, azzal annyi kakit tudok rakni, hogy hónap után még a növények kibírják. Nek hát a leglényegesebb a citrom és a citromrépa. Meg a kukorica talán? Nem is tudom, mik vannak már. Ezt minél hamarabb el kell kezdenem gyártani. Mert kelleni fog kibülözéshez. Aztán következő árk részbe valószínűsítem témelés lesz a fő cél, hogy a ketreceket megcsinálom a hogy hívják oknak a mondjátok már a kibülős állatoknak a ketrecét megcsinálom egy valószínűleg nyitott karán lesz csak ennyi. Mellé lesz rakva egy generátor, meg egy tojásszedő, és pont. Kb. Ez lesz a tendencia. És... Ó! Oh. És... Hogy az semmi. És akkor következő részben valószínűleg akkor Rex témelés, mert kettő vagy három rexet be kell fogjak egy fiút meg két nőstényt, ami hozza a tojásokat folyamatosan. Az kell a nagy tojáshoz. Nagy fél tojáshoz. Ez mindenhogyan fog kelleni. Bizony, hú, meleg van, hú. Nézzünk körbe, hogy nincs esetleg valami vad áll ott.
kettő környéken, ami meg szeretne enni. Na, jó. Szépen összeszedjük a kristályokat, az talán már remélem elég lesz falakra. Onnantól kezdve, hogy a kibülgyártás beindult, onnantól kezdve végül is akár el lehet kezdeni majd a témelgetéseket is. Csak előtte nekem ahhoz majd rengeteg puskaport és altatót kell legyártsak. Ami nem gond, csak grindolás, semmi extra, de az meg lesz idővel. Szokták mondani, mindenhez csak idő kell. Meg ennek a kapálásához is idő kell. Aha. Ide a kristályomat. Tudtam, hogy itt van még kristály. Valahogy rém lett. Az őszinte legyek, médium kakét kell gyűjtenem, és ha jól emlékszem, a fiomia már azt ad. Ha jól rémlik. És azt kell a kakibogárnak, és abból csinál jó minőségű fertilizert. Úgyhogy kellenek már a fiomiák. Meg mindenhogyan szeretnék egy párt befogni fiomiából. És akkor lesz, és az ilyen 120 plusz alsó hangon. Mert az alá azért nem adom az állatokat. Aztán idővel majd streamen kívül meg kell csinálnom azt a részt, ahol az állatokat fogom tartani, az a bázist egy kicsit, arrébb fogom tartani őket, mert feleslegesen elaggódhassanak. Plusz, hogyha kellő távolságra vagyok, azt majd megnézem, hogy az körülbelül mennyi. Egy bizonyos távolság után már nem fognak éhezni az állatok, szóval egy minimális mennyiségű kajá etető, lehet az etetőjükben minimális mennyiségű kajával is el vannak sokáig, sőt, ha nincs a környezetébe ember, akkor nem is esznek, nem éheznek. Szóval mindenhogy arrébb szeretném lerakni. Ezt majd lehet, hogy ott a legelőször tanyát vertem, lehet, hogy majd oda fogom azokat az állatokat elvinni, amik úgymond nem kellenek. De majd meglássuk. Szépen minden sorba majd. Sajnos nem volt teljesen elég időm. Ha nem túllóráztam volna a héten, akkor elő tudtam volna normálisan készíteni olyan szinten, hogy csak kelljen, vagy lehet, hogy csak kraftolgatni kelljen a cuccokat és építeni, azt ennyi. Ez sem volt beleszámolva, hogy vasért megyek, miközben elméletileg biztos, hogy tegnap fel lett töltve. Majd megnézem a logot, hát ha valaki esetleg főtévedt és vicceskedőbe volt. Tök annak erőteljesen én is vicces leszek. Ha meg karuka volt, akkor popingóját szétrugom. Legalább akkor írna le valamit, vagy írna rám Facebookra, hogy mi a stánc. Hát
azért így, ahogy telik múlik az idő, és ugyebár finomítom majd a szervert, ugyebár egy haverral játszok ezen a szerverrel jelenleg, és mi hogy hosszú távra tervezek. Jaj! És remélem ő is szeretne itt lenni, vagy szeretne segíteni, vagy majd fog is. Akkor... Opa! Akkor majd úgyis finomítok a szerver beállításokon, és mire oda jutunk, hogy na, ezt a szervert úgy kitoljuk, kimaxoltuk, teszem fel, és mit tudom, mennénk a következő szerverre, Scorch Editre, akkor már a beállítások úgy nagyjából jók lesznek. És akkor valószínűleg már az új beállításokkal fogunk tovább haladni. De lehetséges, hogy egy picikét feljebb húzom, mert azért ez így tényleg hosszú folyamat lesz, ha így tolom végig. De ezt mondom, ez azért mondom, hogy ez legrosszabb esetben akkor fog kiderülni, amikor elkezdem úgymond szaporítani a boss fightra az állatokat. Mert ha tényleg nagyon sokáig fog tartani, akkor biztos, hogy... biztos, hogy húzni fogok a szorzon. Annak érdekében, hogy gyorsítsam a folyamatot. Itt szoktak spannolni ezen a részen gigák. Annak idején is itt fogtam a szongigámat. De nem a másik hegynél. Hogy van? Hova is? Ja, itt. Na, mennyi kristályunk lett? 102, 3, 4, 5, majdnem 6. Majdnem 600 kristály. 100 szószó. Az nem fog elég lenni. De nagy rész, a falakra valószínűleg elég lesz. Várjunk csak, hogy is vagyunk. Igen, az a zöld obeliszk, nekem az kell a piros. Na. Hazamegyek, gyors, megcraftolgatom a falakat. Akkor megcsinálom a belső vízhálózatot. Lerakom a... az ültetőládákat. Na jó, tudom, a nagyba kell azt hiszem ezek Special X növényeket rakni, jól tudom. A turates növényeket. És elméletileg ide a közepes vagy a kicsi kellene, de elvileg a közepes kellene. És akkor abba elméletileg minden megnő. Ha jól emlékszem. Júj! De valami lehetne, nem tudom. Nem kellene úgy ködnek lenni. Na mindegy. Ezt is fölírom. Nézzek rá a ködre. El fogom felejteni. De jó, nem fog. Na. Ez is júj! Nem tévedünk ide be, mert itt megzabál a pullóvéje. Meg a tiakóla. Majd hétvégén Karukával dumálok, mert neki mondta, hogy van, azt hiszem már talán talált Longneck Rifle receptet, ha jól tudom. Ha jól tudom. Meg talán baltája is van receptben, ha minden igaz.
És akkor viszek alapanyagot. Már nincs csak oda. Oda. Igen, oda. Aztán majd szépen streamen kívül valószínűsítem, felkeresem az összes barlang bejáratot. Oda rakok le egy kezdetleges lekerített bázist, úgymond, ahova mit tudom, le tudunk szállni például madárral, elhozzuk az állatot, amivel bemegyünk esetleg a barlangba, vagy használunk, mert ugyebár Baryonyx, esetleg Tigris, ezekkel úgy el lehet manőverezni a barlangokba. Majd meglássuk. És akkor szépen oda is megépítem a kezdetleges dolgokat. Hú, de sok dolog van még ebbe az árba, te úristen, belegondoltam. Ha ezt megcsinálom, és kiöcsívmentezem, akkor hihetetlen lesz. Tadá! Mennyit tudunk csinálni? Hát, simán kell lenni. Alsó hangom. És ez nagyon nem fog elég lenni. Basszus. Na mindegy. Az őszintét megmondva, nagyon gondolkodom, hogy be kellene fogni egy terezinót, mert hát elég sok mindenre jó. Plusz boss fighthoz is kellene. Plusz elég, hogy meg tudja védeni magát. Na nézzük. Meddig jutunk el a üvegfallal. Először rakjuk ki az alját. Most azt nem vág ez. Jó. De ne, kettő hiány körbe értem volna. Most elméletileg. Hol van egy madár? Hadd nézzem csak meg. Kell raknom meg egy foundation-t. Belássak. Vagy belássak, be tudjak menni normálisan. És azon vagyok én kiakadva idézőjelbe. Hát ha elméletileg fölrakok egy háromszöget, az pont tökéletes. Háromszög, háromszög, sima, tető, meg befedem. Jó. Jaj! 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 Szuper. Ennek örülök. Őrülök.
Obsidian. Az is szokott kellene valamire. Na mindegy. Na, és semmit nem tudok craftolni, mert nincs kristályom. A fene. Fene. Szomjas vagyok. Locsolhatok. Na. Oké. Egy. Akkor mit lehetne még csinálni? Ja, ide meg lehetne csinálni például a futtatót. Az is lesz. Craftolunk. Mi is kell hozzá? Kell egyszer Stone Foundation. És azt nem tudom. Szerintem ebből csinálom meg, mert... Aha. Aha. Jó. Egy szélességben elég tud járkálni. Jó. Kell kő. 15. 1, 2. Meg 20. Jó. Ez talán már így elég. Így. Már mondjuk ennek is kellene csinálni valami kis tetőt. Tetőt. Na mindegy. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ó, hogy legyen más bajod is. Hol van? De ez hogy a toszba nem ér össze? Nem áll. Jó, akkor viszont... Szedjük csak fel, akkor ezt nem úgy. Egy. Na.
akkor. Megcsináljuk egyszerűen úgy. Ó, nem ebbe. Hogy legyen valami... Ó, basszus, mindegy. Meg ez az elég lesz. Kell magamhoz venni még. Építőanyagot. És akkor... Úgy, hogy valami pofája legyen a dolognak. Úgy. Na. Oké. Őt legalább. Gyere a páho. Végre ki lehet ide dobni. Zöcs! Az őszinteleg nem tudom, amióta bezártam a ketrecbe, nem akart. Nem akart. Nem. Nem csinált feltörízert. Na ne, száfő, hogy kibugolod magad? A picike mindenedet. Ott maradj. Ó, bakker, akkor viszont ezért akár kicseréljem. Wood. Akkor kerítésre, tuti. Ez nem jó. A fenébe. A fenébe 20 kell. Ja, hát 200 elég.
Heim őr. És akkor mi az? Fence Foundation? Nem. Fence kell, csak nem Foundation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aztán, ha kell, akkor még craftolunk. Jó. Hol vagy? Szöksz? Nem szöksz. Stone. Most ha itt is meglép, akkor gáz. Az a helyzet, hogy mindjárt kiderül. És kibogolja vele. De miért van itt ennyire lent? Várjál, nem? Miért van itt ennyire lent amúgy? Mert régebben ez... És ott kibukolja magát, behalok. Öcsém, ez a... Te kis... Hú, te kis mester. Tolvaj. Vagy ha... Na várjál, hol van a... Jobb ötletem nincs, megnézzük ezzel. Hogyha én ezt ide rakjuk. Az ugyanaz a magasság. De viszont akkor kicseszünk a jó néppel. Mert ebből viszont lehet húzni kettőt. Kis barátom. Te innét nem mész ki. De legalábbis remélem. És akkor kellene. Még fa. Egy kevés tecs. Opa. Egy kevés tecs. Csak lehet, hogy a falaknál bugolódik, nem tudom. Na, megnézzük, hogy kiszökik-e. Mr. Kakibogár. Szóval azért raktam ide, mert hát erre téved egy hülye madár vagy valami. Bár mondjuk elvileg itt sasok meg ilyenek nem szoktak lenni. És kibugolja magát, hát ez behalok én ennek a... Na, mit szólsz ehhez? Te Dodo? Elhagytál valamit? Még itt is? Mr. Dodo. Na, a húsvéti event van amúgy, srácok. Még 30-áig tudtam mal. Official szervereken. Ilyen tojásokat kell gyűjtögetni. A dodókból tojásokat kell gyűjteni. Cooking potba ki lehet, úgymond, hát szerintem főzni fogjuk rá.
Végül is, és tudtok csibés sapkát, playerre, meg dinóra, tudtok tojás sapkát, tojást árakni a headgearre, ugyanúgy player dinó, van egy jelmez, úgymond jelmez a kengurunak, ami kenguruból nyuszivá változtatja, procottodont, vagy mi az istent. Van egy skin a bunkóra, bunkós botra, ami konkrétan a bunkós botot egy csoki nyuszivá változtatja, és azzal ütlegeled az állatokat. Vicces. Meg mi van még? Mindjárt megnézzük. Csejből már nem tudom. Én már összegyűjtöttem amúgy. Itt, ja, van a kis fülecskék, ugyebár ugyanúgy dino és enemire, kis csibe, dino enemi, tojás, dino enemi. Ez a jelmez a procottodonra. Egy nyuszi jelmez, úgymond, ha úgy vesszük. Ez meg nem tudom, elméletileg ez egy dodót vagy egy kacsát, vagy egy nyuszit formáz meg a fejeden, vagy a fejed helyén, úgymond, azt hiszem, headgearnek. Ez meg csak simán mindegy sapka, körülbelül úgy lesz rajtad. Na, ezt majd idővel, majd fölrakjuk valami állatra. Majd meglássuk. Na de, ide kéne le még egy foundation. Így. Meg így. És akkor Stone Foundation, így. Kofa. Kellene egy rámpa. Igen. Így, reméljük, azt oda le tudom vigyeszteni. Így. Úgy. És akkor kellene egy ilyen. Jobban nem is ilyen, hanem kettő. Így. De a rámpára leengedte rakni, nem? Rosszul rémlik. Régebben leengedte a rámpára rakni. Ez érdekes. Mert erre fele szerintem kifele hozó. De az nem jön, akkor elcsesz. Ezt majd lehet, hogy átalakítom. Én nem is rakok semmit. Becsukjuk. Na, nem is ezt fogok leszállni majd a madarakkal. Jó, akkor mi van még, amit úgy tudnánk csinálni? Csak be kéne fejezni ezt a drágalátos... Hát végül is a víz megcsinálását azt elkezdhetem. Kelleni fog ilyen. Egyszer. Kellene fog vízszintes, nem is fog kelleni. Kereszt fog kelleni. És ennyi.
Bár mondjuk a vízszintes függőleges meg a feddék, azok majd a maximum lentit, lehet, hogy a lenti részét majd azt átalakítom. Hát mondjuk kős nincs sok nálam. Meg fa se. Mondjuk ezt ide rakjuk. 200 kő, az elég, meg 200 fát ide vigyeztünk. Na. Alakul a molekula, mocorog az atom. Igen. Na most ide is rakunk, meg oda, oda. Az őszinte legyek, azt nem fogom tudni. Jó, és akkor ültetőláda. Sok ültetőláda. Amihez mi is kell. Krop. Hát fiber az kevés. Fiber meg minden más. Fát is tehetünk magunkhoz, tetszet is tehetünk magunkhoz, meg követ. Jó. Krop. Gyere, csináljunk egy hatot, és meglessük, hogy avval meddig jutunk. De szerintem a hat az annyi kevés lesz. Úgy. Na nézzük. Egy a biztos, hogy ezt a sort ezt végig kell rakni. És akkor ide még le tudok rakni még egyet. Ez a nyerő. Beindul a nagyipari termelés. Na nézzük. Víz van, 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 van. Szuper. Ajaj. Sem is tudom, hogy lenne jó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab. 7 darab.
7 darab. Ami valójában a következő sornál már csak 6 lesz. Mert ugye bár kell egy út befele. Na most kraftolok még. Fú, szerintem egy 20-at lekraftolok. Mondjuk ezt feltölteni. Kellenek a kakibogarak. Nagy mennyiségben. Csak 8-at. Ójé, az valami kevés lesz. Mert legfőképp ma megint fa és a kő fogyott ki. Mert legjobban a ahogy hívják, akart kell termeszteni. Répát meg a citromot. Azt hiszem. Főleg. Valamennyi narkot is terveztek szerintem, hogy azzal ne kelljen foglalatoskodni. És bogyószedésre majd csak ugyebár az közé kell venni, hogy az összes többi bogyókért, úgymond 14, na az talán elég lesz. Na nézzük, hogy hozzak én most az őszintét megmondva. Ide be kellene tenni egyet. Hoppa, sok. Egy. Három. Négy. Öt. Te tudjunk járogatni, itt lesz majd a hatodik. És valószínűsítem, hogy ide tegyek, nem teszek. Majd ide hát a középre majd rakok be egy ajtót fából szerintem. És akkor ide meg középre beteszünk még egy sort. Egy, kettő, három, négy. Öt. Na. És akkor itt meg szépen még végig rakjuk. Ugyanígy, mert így még hozzáférünk. Aztán, ha a anyukád hogy van. Hát de mindig ezt is feltölti zsír. Egy van. Nagyon jó, szuper.
Na, így. És ide valószínűleg berakok kettő vagy három kis ládikát, és abba lesznek majd tárolva a feltűrőzerek, mert az elvileg nem romlik meg. Na, viszont egy ilyen körre kellene menni, kristálykörre. Remélem már respawnoltak ennyi idő alatt. Egy. És meg kellene nézni, hogy tudunk-e szedni, mert ha tudnánk egy ilyen kört hozni, akkor be tudnám fejezni a kerítést. Kerítést? Beszélek hülyeséget. Mi ez? Üvegházat. És akkor még el is tudnám. Aztán megnézzük. Annyit még megteszek. Hogy egy, mit tudom én, egy 50-es fiumia. Például. Mennyi idő alatt témelődik? Mert 10-20 perc alatt megvan. Akkor betémelünk még egy fiumiát is. Ideiglenesen. Hogy a kakibogaraknak tudjak tudjak alapanyagot adni, hogy csinálják a feltűzet. És ha összetudnák annyit hozni neki, mondjuk, várjál, kakibogár pedig wanderingre van állítva, ami mászkál, akkor elméletileg kellene termelnie. Nem mindegy. Erre kíváncsi vagyok. Témenni kellene kakibogarat is. Megnézzük a kristályt. Összeszedem. Azt gondolom, hogy új, nem hoztam semmi, hogy hívják ott. Semmi fegyvert. Az a baj, hogy a... Ugye már itt a vulkánnál van egy a legelső, legkisebb, legalapabb... mi ez? Barlang, kiív. Ott relatíve mindig volt, van két-három kakibogár. Azért le lehetne menni. De ahhoz kellene egy maci. Maci nélkül nem szeretek lemenni abba a barlangba. Megy még egy 50-es szintű macival is lemegyek, és ott konkrétan halomra pohozom őket körülbelül. De nem. Max egy fiú mi a belesztéme, vagy egy szintű, hogyha gyorsan megy. És ennyi kakibogára, az majd hétvégére hagyjuk. Hétvégére ez szerintem akkor Rex farmolá, témelés, mondjuk a dodókat már elkap, megcsinálom előre. Mind dodót témelni, az nem egy nagy durranás. Hol van? Hát, rácsesztem, mert itt nincsenek kristályok, ha jól látok. Főnök, azt látom, hogy nem látom. Na, franc. Ott van egy kristály. Hú.
Akaki gyűjtő adosztály. Na várjunk. Várjál. Ha jól tudom, ezen a részen nem nagyon van kristály. Jaj, miket nyomkodok? Ott egy giga. Ott megy XP. Ez giga? Nézd rám okosan. Nem, ez egy Rex. Baszki. Allosaurusok. Az a helyzet, hogy az árk az nagyon úgy működik, hogy el kell repülni, fel kell fedezni minél hamarabb egy részt, be kell indítani az állatokat. Mert ilyenkor így usevők az úgy ugye elkezdik ritkítani a gyengébb növényevőket, és az erősebb növényevők leütik a gyengébb húsövőket, és akkor így elvileg a nagyobbak maradnak meg. Na most kristály, ha az emlékezetem nem csal, akkor annak a... hát azt hiszem azon a hegyen is van. Ott egy Titanosaurus. Az egyik a mappon. Kvetszát viszont még nem láttam, már megint búzik akkor ez a map. Viszont le kell spannoljak szerintem majd Kvetszát. Hát valószínűsítem, talán a Titanó szelidítés talán az lesz a legutolsó momentum ezen a mappon. Ha minden megvan, boss fight, achievementek megvannak, unlockolottak, akkor lehet, hogy még bevállalunk, vagy rábeszélem a haverokat, hogy csapjuk ki a Titanót. Az a baj, hogy az Kedzát majd kell spannoljak négyet, a mapnak a négy sarkába elengedni. Szad repülgessenek. Mert szokás nem. Vagy itt nem szokás. Oh. Na, mi fog itt megenni? Sas. Hiéna, a macska, skorpió, sas, jön valami? Semmi. Az, hogy ez az ütögélés, ez pont olyan hangja van, mint amikor a macska fut rám és dübörög. Úgyhogy pont beleolvad a hangja, és csak akkor veszem észre, amikor már túl közel van. Nem. Na te igen? Te se. Na baszki. No! Van még? No, ezen a hegyen még van egy kevés. Ott is van. Ilyen helyeken szokott. Beragadni a
állatok. Meg még... Szerény kis emlékezetem nem csal. Itt a lagúnás... Egyrészt itt a lagúnás részen... Lent ott a sziklás... hát... szurdokba. Ott, mint hogyha még lenne kristály. Nem tudom. Skorpió. Ú, de szép az is, fehér. Saslik. Csak arra mondom, ezek a szép állatok mindig kiszintűek. És hogyha itt rém lenne, hogy lenne még kristály, de aztán nem biztos. Az, hogy rosszul rémlik. Hm, itt nincs. Fuck. What the fuck. Ez a gond. Ez négy fal. Ez pont annyi kell. Kell egy fal, két fal. Vagy pont nem elég. Hát pont elég. Egy fal, két fal, talán három fal kell a körbeérjek. Meg kettő fal kell még középre. Azt azon kívül kettő darab sarok. Vagy van négy darab sarok. Meg nyolc darab celling. Azt hiszem. És azon gondolkodám, hogy ezen a részen szokott-e lenni kristály? Említek, a hegyeken kellene, hogy legyen. Mindjárt meglessük. Nem tényleg az lesz, hogy ezek fáradni. Meg az lesz, hogy egy kis szintű fiú miatt hazafele menet szerintem elkapunk. Itt is van XP-szózós szót. Már mondjuk itt múltkor aztán egy Rex volt fent ezen a hegyen. Azóta már csak leesett. Ott meg egy hiéna van. Na ja. Van itt kristály. Hello, Rex. Ott van. Így legalább talán befejezzük ezzel a mennyiséggel, amit itt gyorsan össze fog szedni, még mielőtt főzabálna a Rex.
Na 200, majdnem 300. Na, így meg kezd alakulni, jó van. Jó van. Ez a biztosan be fogom fejezni, mert hála jó égnek. Tehát mondom, az ember telhetetlen. Na jó, ennyi elég volt. Nem kísértjük a sorsunkat. Repkedjünk hazafele. És az olyan map túlsó felén vagyunk majdnem. Hát igen. No. Szépen. Igaz, tápcsőt nem hoztam, öreg hiba. Se baj. Fiumi a vadászat veszi kezdetét. Elmegyünk a zöld obeliszk fele. Annak idején a zöldi Ovelace környékére is költöztem. Mondjuk ott sok teruzinó van. Mondjuk az van majdnem minden motoros és kontra folyóvizes részem. És annak környékén. Hétvégén csak össze kellene hozni azt a 100 pluszos tech raptort. Lassan beszéd sem megy. Nősténybe. És akkor lassan, ha megcsinálom körbe a falat, amit valószínűleg streamen kívül teszek majd. Ugyebár sok kristály fog kelleni hozzá, meg vas. Mert üvegfalat akarok körbe rakni valószínű. Vagy nem tudom. Én rakjam körbe ezzel a MMO-s, vagy MMO-s, MMR-es fallal. De akkor meg ki a látvány tűnik el. Nem szeretném. Itt egy másik, és itt a másik Titanosaurus. Fiamia, drága, merre van? Itt Spino. Paci. Ott fut egy Fiamia. És üldözi egy... Ott fut még egy Fiamia. Hanyas vagy? Hanyas vagy te, Fiomiák Fiomiája? Hol vagy? De jó helyre! Közben megzavar egy raptor. Hanyas vagy? 10-es, tökéletes. Visszük is haza. Őt betémeljük. Biztos, hogy gyorsan ki lesz ütve. Akkor
meg tudjuk etetni szépen a kagyi bogarat, és ma úgy is fér bele, elég sok. És már lehet, hogy a... mi az? A répát és karotot valószínűsítem el is rakjuk, ültetjük. Csak azt kellene megnézni, hogy a... Azt tudom, hogy a large... a nagy... A brontó rex kakik, azok valami 15 ezer egységet visznek fel, ha jól emlékszem. És a Felterizer az meg az 50 ezer, ha jól tudom. És a 15 ezerrel is kényelmesen el voltak hárommal, egy hétig körülbelül. Hát nem tudom meddig. Na mindegy, ezt megnézem majd. Úgy kellene, hogy 2-2-t belerakni egy-egy ezébe a ültetőbe, és akkor 100 ezer. Ha esetleg hónap nem is néznék fel, amit kétlek, ezt szerintem felfogok. Úgy is sem, de messze vagyok még. Húha, le kell szálljak. Tessék, itt a másik. Hát ezt megnézzük, ezt a fekete, ez jobban tetszik, mint ez a zöld színe. Tizenöt, tökély. Na, átrepüljük ezt az erdőt is, elfelek ott, hol is vagyunk. Valószínűleg ezen a helyen fogom megcsinálni majd a állatokat, itt fogom majd tárolni, amik nem kellenek. Ezen a kis szigetecskén. Meg ide tudok hozni... Ez lesz a bázis 2. Ide tudok hozni majd vízi állatokat is. Már mondjuk azt valószínűleg ott tartom az összeset. Majd a felesleges állatokat dobálom. Nem maradj, mindjárt ott hol vagyunk. Nem is baj, mert úgyis lassan kis szomjas lesz a karakter. Sziasztok, szép estét mindenkinek. Hogy vagytok? Röködsz. Hova raktam le a long necket? Mondjuk itt van is, meg van. Mm.
Őt se rossz. Na, engedjet. Médium, teljesen jó. Egyel. Te kis refögős. Kormányos, kormányos. Na de. Gyors, fejezzük be a... Hogy hívják ott? Kell. Négy alsó hangon kell. Négy vagy öt, most nem tudom. Egy oldalsó. Hol vagy madár? Júj! De bug. Ne, te nagyfejű madár. Egy. Na és akkor ebből egyet, ebből kettőt, szellingből meg... elfogyott a szementpaszta. Ugye hozunk be még. Na, már is van. Nagyon jó. Okés. Na. Egy, kettő. Egy, kettő. Hoppá. Majd egyet. Majd egyet. Na. Uha. Uha. Így. No. Egy, kettő, három, négy, öt. Az tíz, az tizenöt. Tizenhét darab. Mi az? Tizenhét darab cellinkkel. Azt 200-at, azt hiszem, az talán elég lesz arra. De várjál már! Nem, cellingből... Na várjál csak! Ebből csináljunk egyet. Kristály nem fog elég lenni. Ugyanúgy. Akkor viszont nem lesz ma befejezve teljesen a... A tető.
Úgy látom. Majd már streamen kívül megcsinálom. Végül is az alapot már lássátok, azaz kell az. Akkor kell 7 darab mennyezet. Meg 9 darab mi az? 9 darab tető. Uff. Na. Még ezután annyit megcsinálok, hogy sibácik 2, szuper. Szóval még mindig nincsen, mindegy. Mindegy is. Na de. Ide csak ide le. Őszintén megmondva, azon gondolkodom. Na. Kis naívan. Hogy fogom ezt. És ezt. És hanyag eleganciával egyszerűen megfogom ezt a csodálatos kis 15-ös fiomiát. Úgy. Az őszintét megmondva, ó, baszki, belejtsem ide. Na jó. Szuper. Pont oda esett, ahova én szerettem volna. És most azon gondolkodám. Egyrészt cellinget kell csináljak. Másrészt... Már lehetséges, hogy átalakítom azt. Őket is bezárom üvegfal mögé. És most egyelőre egy ilyen ne oldom meg ezt. Jobbat nem tudok. Ezt majd átcserélem másra. Egyszer. Aztán... Egy. Egy. Na jó. Ügy. Fiú, mi a nyergünk? Elméletileg van. És nem is akármilyen. Na jó, rémlik. Nem. Jördis mamut. FPH. Jó. Fiú, mi a. Egy. Na, nézz okosan.
Na jó. Szerencsét sem. Gyere csak ide be a sarkába. Te úgy maradj. Hallod? Kezd! De ezzel miért nem tudok én menni? Ja, tudom miért nem tudok menni. Hülye. Hát nálam van minden. Üdvözöllek, Brand. Érezd jól magad, és köszönöm a feliratkozást. Hát a... arrébb tudok üvjetni vele. Egy. Mire leesett? Na, ezért kell abba hagyni lassan, mert már ilyen nem esik le, hogy a... nálam van egy csomó cucc, és azért nem akarok, arra hogy nem tudok arrébb menni. Na, de... hú... persze, hogy nem. Jó. Arra, akkor majd erre. Szedünk egy kis bogyeszt. Na, egyelőre ennyi elég. Talán. Ez kell. Még egy csomó minden, ami itt maradt. Azért volt gyanús. Na, te de ne, nem termeli! Én ezt nem értem. Nem médium kell neki? Ja. Kivel deszett. Hol vagy? Na mindegy. Majd elválik hónapig, hogy mi lesz vele. No. Hát srácok.
Mára ennyi sikerült. Most már kezdek nagyon fáradt lenni. Megcsináltam a kaput. Végre nem tud bejönni még Rex sem. Ha csak a bolondja nem téved ide. Mondjuk ezt a részt ezt lehet, hogy végig rakom egészen addig a falig. Vagy lehet, hogy a... Hogy hívják, így végig rakom. Mi az? Lehet, hogy az üvegházig végig rakom ezzel a fallal. És akkor itt biztos, hogy nem fog tudni feljönni senki. Ezen az oldalon meg már elvevédve vagyunk minden nagyobb állattal szemben. Szépen, hát majd lesz időm és lehetőségem, akkor szépen befestem valamilyen értelmes színre, hogy egy kicsit azért beleíjen a környezetbe, nem ez a ocsmány szürke legyen. Ezt szépen majd be kell fejeznem. Streamen kívül meg gyors visszamegyek farmolni egy kört. És elültetem a növényeket. Úgyhogy mára legyen ennyi elég. Legközelebb árk szombat délután. Ha minden jól megy, addigra talán megcsinálom a menetrendet is, és már látjátok is, vagy látni fogjátok. De az árkot olyan délután 3-4 magasságára tervezem, hogy akkor elkezdem, és akkor egy ilyen 5-6 órás live vagy stream lesz, amiben főként témelések lesznek. Kisebb szintű rexek, a tojású éget, a kibőlös tojások miatt. A kibőlös tojásokhoz való állatok befogása és hazahordása, főleg az lesz a szombati projekt. Megpróbálok előkészülni rá, ami azt jelenti, hogy holnap este Division, 2-3 órás, de hónap már idővel tudok jönni, úgyhogy tudok egy kicsit farmolni még árkba. Majd meglátom. Majd meglátom. Úgyhogy hova tűnt a nap? Ja, 8 óra van. Aha, megy le. Hát, ez lesz már a búcsú, úgyhogy legyetek jók, legyen szép estétek, pihenjetek, azt is kell néha. Úgyhogy holnap találkozunk Divisionnel, hónap után meg Ark, vasárnap meg szerintem pihenés. Na, úgyhogy holnapi viszontlátásig, sziasztok, jó éjszakát!